A kezdés után azonnal a kapujához szegezte ellenfelét a piros-fehérben játszó hazai csapat. A vendégperre martoniak megszállták a saját térfelüket, védekezéssel rendelkeztek be. Ennek ellenére már az 5. percben megkezdődött a gólgyártás. Szabó Patrik remekül lépett ki a védők közül, és a kifutó kapus mellett megszerezte a vezetést. 1-0. Alig 6 perc elteltével Latta Stein baloldali szabadrugását Imre helyezte a vendégkapu baloldalába. 2-0. A 17. percben egy újabb baloldali akciót követően Imre adott középre. Rápónak még egy szép cselre is maradt ideje, majd kilőtte az alsó sarkot. 3-0. És nem volt megállás, Rápó fordult le védőjéről, a középre lőtt labdát a vendégek kapusa Udvardi elé tenyerelte, aki ha nehezen is, de végül a kapuba talált. 4-0. Tizenöt perccel a félidő vége előtt érkezett az 5. füredi találat. Egy jobboldali szögletet követően a labda a megdermedt hazai védők asszisztálása mellett került a kapuba. A második félidőben nagyot esett a mérkőzés színvonala. A vendégek végleg letelepedtek a saját térfelükre, a füredi fiúk az 5 gól tudatában már nem erőltették a gólszerzést, de azért még egy belefért. A 60. percben a Pera Marton bal oldalon labdát vesztett. Henlővését még blokkolták a védők, Imre duplázhatott, és a labda a kapu bal oldalába kötött ki. 6-0. A folytatásban is akadt egy-két hazai helyzet, de további találat már nem esett. Így a lényegesen nagyobb játékerőt képviselő BFC maga biztosan szerezte meg a 3 pontot a végig lelkesen játszó vendégekkel szemben. Azt mondom, hogy még az első félidő valahogy úgy, ahogy elfogadható, nem az 5 rugott gól, hanem maga a játék, a helyzetek. A második félidőben volt 2-3 helyzetünk, egy gólt valahogy begyötörtünk, én ezzel nem vagyok megelégedve. El is mondtam a fiúknak, hogy hát ez szégyen teljes teljesítmény, ami a második félidőt illeti, de hát ugye azért csak rúgtunk 6 gólt, ehhez gratulálni kell, ezt nem lehet elvenni, de összességében ez nem egy néző csalogató dolog volt.